Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Beköszönt a fűtési szezon. A legfontosabb tennivalók begyújtás előtt. Nyílt napon várják a leendő középiskolásokat. A Bonyhádi perccel is megnyitja kapuit. Elaludt a volánnál. A vétlen sofőrnél maradandó fogyatékosságot okozott a baleset. A héten véget ért a vénasszonyok nyara. Sokan kihasználják még a jó időt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság kiemelt figyelmet fordít a fűtési szezon közelettével felmerülő balesetek megelőzésére. A fűtőberendezések első beízítása során számos veszélyforrással kell szembenézni. Ezek elkerüléséhez elengedhetetlen néhány egyszerű, de rendkívül fontos feladat elvégzése. Idén októberben összesen 10, tavaly egész évben 27, 2021-ben pedig 20 olyan esethez riasztották a Tolna vármegyei tűzoltókat, amely a fűtési rendszer meghibásodásához vezethető vissza. Ez a szám az előző évekhez képest csekélynek tűnik, azonban a fűtési időszak beköszöntével még drasztikusan növekedhet. Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője kiemelt néhány fontos tényezőt, amelyek betartásával az eset száma alacsonyan tartható. Kulcskérdés, hogy egyszer friss oxigént is engedjük be annak érdekében, hogy tökéletesen végig menjen a termék, és minél kevesebb tökéletlen égéstermék képződjön, generálódjon, valamint a húzat, ami pedig majd magát az égésterméket a kéményeken keresztül el fogja távolítani az otthonunkból. Ehhez a kéményekre is szükség van, ennek azoknak a folyamatos karbantartására. Ezt egyébként a kéményseprőkkel tudjuk megtenni, a 1818-as telefonszámon és a 9.1-es menüpont alatt ők ingyenesen hívhatók. Sokan azt gondolják, hogy a szénmonoxid és füstérzékelők megléte csak a régi fűtő és vízmelegítő berendezések mellé szükséges. A mérgező gáz azonban minden nyílt égésterű eszköznél jelen lehet, amennyiben nincsen elég friss levegő. Ilyen lehet akár egy egyszerű szilárdfa tüzelésű kályha, tehát cserépkályha, egy kandalló. Ezek a gázüzemű készülékek, például itt ez a Siesta klasszikus, egyébként egy ilyen mobil hordozható eszköz, de akár a fürdőszobában vagy konyhában elhelyezett vízátfolyós vízmelegítők is, amelyek nyitott égésterűek, nyílt égésterűek, megint csak egyébként előfordulhat akkor a szénmonoxid gáz koncentrációjának a megjelenése, hogyha nem megfelelő a levegő utánpótlása, és nem megfelelően karbantartott egyébként akár a tüzelő fűtőberendezésünk, vagy a kéményünk. Tolna vármegyében legutóbb október 11-én este Nagykónyiban jelzett be egy szénmonoxid érzékelő. A műszaki mentéshez a Tamási önkormányzati és a Dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az ellenőrzés során veszélyes határérték alatti koncentrációt mértek. A családi ház lakóinak életét a szénmonoxid jelző berendezés mentette meg. Elindult a célzott vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása a mikro, kis és középvállalkozások számára című projekt a Gino Plus program keretében. A 2027-ig tartó programozási időszak társfinanszírozásában összesen 2300 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. A legnagyobb költségvetésű hazai operatív program célja a hazai KKV-k versenyképességének javítása, a technológiaváltás támogatásával, ezen belül is a vállalati kutatásfejlesztés, a fiatalok elhelyezkedésének támogatása, aktív munkaerőpiaci programok létrehozása, valamint a szakképzési és felsőoktatási fejlesztések ösztönzése. A program révén már több ezer hazai közép- és kisvállalkozás jutott hozzá közel 400 milliárd forint fejlesztési forráshoz. Három éves szakképzést és 5 éves technikumi képzést is kínál a Bonyhádi Percelmór Technikum és Kollégium. A Tolna vármegyei szakképzési centrum intézménye duális képzés keretében elméleti és gyakorlati tudást nyújt a tanulóknak, akik érettségit és szakmát is szerezhetnek tanulmányaik alatt. A középiskola októberben nyílt napra invitálja a jelenlegi nyolcadikosokat és szüleiket. Elkezdődött a középiskolai továbbtanulási hajrá, egyre több középiskola nyitja meg az ősz folyamán kapuit, hogy szakmabemutatókon és nyílt napokon mutassa meg képzési kínálatát. A Tolna vármegyei szakképzési centrum Percelmór Technikum és Kollégiuma is várja leendő tanulóit Bonyhádon, mind a szakképzési, mind a technikumi képzési szakokon, gyakorlatorientált duális képzési formával. A duális képzés keretében mind a szakmás, mind pedig a technikumi tanulóinkat igyekszünk partnereknél
úgynevezett duális partnereknél elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy diákjaink cégeknél vagy ágazati képzőközpontban plusz gyakorlati tudásra tesznek szert, és erre az időre ők már nem ösztöndíjat kapnak, hanem jóval magasabb gyakorlathoz kapcsolódó munkabért. Bischoff Tamás igazgató kiemelte, a középiskolában hagyományosan erős a közgazdasági vonal, de az informatika, az épületgépészet, az asztalos és a kereskedő szakma iránt érdeklődők is bizonyítványt szerezhetnek az intézményben. Hozzátette, a felújított Jókai utcai épület korszerű környezetet biztosít az ismeretek elsajátításához. A felújítás során nem csak tanműhelyeket és informatikai termeket fejlesztettünk, hanem minden egyes terembe okostábla került, ahogy a mai kor kívánának megfelelően interaktív módon tudjuk a diákokat tanítani. A számítógép termeink a legújabb számítógépekkel vannak felszerelve, ez természetesen nem csak az informatikus tanulóinkat segítik, hanem mindenkit, hiszen például az alapvizsga vagy a szakmai vizsga egy része is interaktív módon zajlik most már. Ezen kívül a műhelyeinket is modern gépekkel szereltük fel, hogy a lehető legmagasabb szinten tudjuk oktatni diákjainkat. A Bonyhádi Perccel nyílt napon várja a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosokat és szüleiket október 26-án. Itt lehetőség lesz arra, hogy megmutassunk szakmai órákat és közismereti órákat is, hiszen nem csak szakmát, de érettségit is kapnak a technikus tanulóink. De lehetőség nyílik arra, hogy volt diákjaink, akik sikeresek lettek a saját szakmájukban, például bankfiók vezető, vagy klímacég vezető, és beszéljen arról, hogy mit kapott iskolánktól. Novemberben a szakmai műhelyek bemutatásával és pályaválasztási roadshow-val folytatódik a leendő középiskolások megszólítása. Ez utóbbi programon a Tolna vármegyei szakképzési centrum valamennyi iskolája bemutatkozik majd. Idén október 27-én immár negyedik alkalommal rendezik meg az erőművek éjszakáját, az ország legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari rendezvényét. A látogatók betekinthetnek az erőművekben, a fűtőművekben és a közműszolgáltatóknál zajló munka kulisszatitkaiba. Országszerte közel 70 érdekes és nem mindennapi élményeket kínáló helyszín nyitja ki kapuit a szélesebb közönség előtt is. Tolna vármegyében a Bátalpátiban található Nemzeti Rádióaktív Hulladéktároló várja az érdeklődőket, akik biztonságos körülmények között tekinthetik meg a 340 millió éves gránitkőzetben kialakított rádióaktív hulladéktárolót, valamint bejuthatnak a Paksi atomerőmű üzemi területére is a látogatóközpont és az Atomenergetikai Múzeum megtekintése mellett. Az egyes helyszínekre október 11-től már lehet regisztrálni. Elaludt a volánnál a sofőr. A szekszárdi járásbíróság ítéletet hirdetett annak a férfinak az ügyében, akivel szemben maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset okozása miatt emelt vádat az ügyészség. Még 2021. novemberében az M6-os autópályán egy férfi vezetés közben elaludt, mikor magához tért, már nem tudta elkerülni az ütközést, és neki ment az előtte haladó autónak. Ennek következtében a kocsi a rézsűre sodródott, majd az útárokban fejtetőre borulva állt meg. A vétlen sofőr a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nála maradandó fogyatékosság alakult ki. A másik utas szintén 8 napon túl gyógyuló sebesüléseket szerzett. A vádlott végül beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A szekszárdi járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki, maradandó fogyatékosságot okozó, gondatlan közúti baleset okozásának vétsége miatt, ezért vele szemben egy év fokházbüntetés szabott ki, melynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette, továbbá pénzbüntetésre is ítélte, valamint 1,5 évre eltiltotta a B kategóriába tartozó közúti járműveknek a vezetésétől. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és a védője a kiszabott büntetés enyhítése érdekében fellebbezést nyújtott be, így az ügy a szexuális törvényszéken folytatódik másodfokon.
Az elmúlt héten egy egész Magyarországot behálózó online csalásokra szakosodó bűnbanda vezetőit fogták el több vármegye rendőri erői és a terrorelhárító központ együttműködésének eredményeként, jelentette be ma a budapesti rendőrfőkapitányság. A gyanúsítottakat, köztük a bűnbanda feltételezett Magyarországon élő ukrán vezetőjét több hónapos előkészítő munka után vették őrizetbe. Országosan mintegy 300 nyomozó dolgozott, illetve dolgozik az ügy felderítésén. Eddig 33 gyanúsítottat fogtak el, közülük 11 ember tartóztattak le. A rendőrség jelenlegi információi szerint az online bűnözők mintegy 200 millió forintot csaltak ki a károsultakból, ebből eddig hozzávetőleg 30 milliót sikerült visszaszerezni. A héten véget ér a vénasszonyok nyara. A meteorológiai előrejelzés szerint a jövő héttől elmúlnak a nyugodt, napos idők, a hőmérséklet lecsökken, a napokban még sokan kihasználják a kedvező időjárást. Jövő héttől véget ér a jó idő. A vénasszonyok nyara egy népi kifejezés, ami a szeptember végi, október elejé száraz, nyugodt és napos időre utal. A fogalom az 1800-as évektől már jelen van a nyelvünkben, amit sokan indián nyárnak is neveznek. Inkább a nyarat. Kicsit fázós vagyok mostanában már, ugye elég idős vagyok ahhoz, hogy szeretem a nyarat nagyon, szeretem, ha jó idő van, igen. Sokan azonban nem bánják a nyár elmúlását, az őszi hónapokban is el tudják magukat foglalni. Inkább az őszt, maradjunk abban, ez a legjobb időszak. Az őszi szüretek, alma, körte, szőlő, mindenféle, jönnek a gyümölcsök, azokat nagyon szeretem, úgyhogy inkább az őszt. Ezt az időt szeretem legjobban. Az utolsó hétvégi jó időt ilyenkor többen az elmaradt ház körüli teendők bepótlására használják fel. Igen, egy ablakcsere lesz nálam, úgyhogy az még belefér a jó időbe. És az pont időben lesz, mert utána már jön az eső, és akkor már ilyen munkákat nem nagyon lehet végezni. Az utolsó nyári napokat szabadtéri programokkal is eltölthetjük, barátokkal, ismerősökkel találkozhatunk. Hát mit fogok csinálni? Megyek föl az idősek maraton jár a Budapestre, akkor értekezletre megyek nyugdíjasokkal. Szóval ezeket fogom csinálni. A hagyomány szerint az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk után beköszönt a rossz idő, azonban ez idén nem volt igaz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint szeptemberben rekord született, az ősz első hónapjában 19,6 fok volt. Regionális híreink következnek. Vesztegetés a baloldali városvezetés részéről. Több 10, illetve 100 milliós kár érhette a pécsi adófizető polgárokat. Szabadulása után is folytatta illegális tevékenységét. Elfogták a dohánytermékekkel üzletelő bűnözőt. Siklóson ünnepel a Vármegye. Értékfesztivált is tartanak a Baranyai városban. A pécsi városházi lakásmutyiként elhíresült önkormányzati ügy kapcsán Barkóczi Csaba, a polgári oldal önkormányzati képviselője tájékoztatta a sajtó munkatársait szerdán. Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető által hétfőn bejelentett kedvezménycsomag keretében tiszta viszonyokat kívánnak teremteni azoknak a bérlakásoknak az esetében, amelyeket a közszolgálatban dolgozó emberek használnak Pécset. A kaposvári ügyészség vesztegetés, valamint hivatali visszaélés gyanúja miatt indított már több különböző eljárást a pécsi városházi lakásmutyi miatt, mondta Barkóczi Csaba, a pécsi Fidesz képviselője. A sajtótájékoztatón hozzátette, ha a gyanú beigazolódik, akkor több 10 milliós, de akár 100 milliós kár is érhette Pécs városát és a pécsi adófizető polgárokat. Azt mindenki tudja, hogy Pécsen 4000 bérlakás van, és ezeket csak szociális alapon lehet kiadni. Ennek három kategóriája létezik, fogalmazott a polgári oldal képviselője. A legalsóbb kategóriát tekintve hozzávetőleg a piaci ár 10%-áért tudják a bérlők használni ezeket az ingatlanokat, míg a legkevésbé jutányos kategóriában is csak a piaci árnak a 30%-áért, tehát bármelyik kategóriába is esnek, nagyon-nagyon kedvezményesen jutnak hozzá az önkormányzati lakásokhoz. A jelenlegi viszonyokat figyelembe véve az azt jelenti, hogy egy 50 négyzetméteres kertvárosi lakás, panellakás esetében is a kedvezmények átlagosan akár tehát nagyjából egy 100 ezer forintot tesznek ki egy bérlő számára, tehát nagyon komoly segítség annak, aki önkormányzati bérlakáshoz jut.
A pécsi Fidesz úgy tudja, jelenleg 6 esetben folytat nyomozást a kaposvári ügyészség. 2 esetben az egyik szocialista alpolgármester rokonságának jutottak kérdéses módon lakások, majd egy szocialista képviselő családja, 3 esetben pedig egy jobbikos aktivista hozzátartozói tettek szert szabálytalan módon lakásokra. Ezek kapcsán vizsgálódik az ügyészség, hangsúlyozta Barkóczi. Ha csak ezt a 6 esetet számoljuk, akkor az is azt jelenti, hogy hozzávetőleg, ha mondjuk az elmúlt két és fél év viszonylatát nézzük, akkor 18 millió forint a kár, ami a Pécs városát érte. És ha ehhez hozzáveszünk még ezeknek a lakásoknak az amortizációját is, akkor ez az összeg meghaladja a 20 millió forintos értéket. Az ügy másik vonala a vesztegetési botrány, tette hozzá jobboldali képviselő. Itt még nem tudni, hány lakás ügyében nyomoz az ügyészség. Azonban, ha több tucat lakásról van szó, akkor az is mintegy 100 milliós értéket bőven meghaladó összeg. Ha a gyanú beigazolódik mindkét ügyben, akkor a kár több 10 millió forint lehet, mondta a fideszes önkormányzati képviselő. Azt gondoljuk, hogy annak a fajta gyakorlatnak, annak a fajta mutizásnak és visszaéléseknek, ami itt az elmúlt időszakban, mióta Péterfi Attila vezeti a várost, hát terhelik ezt a kérdéskört Pécset, és amelyekben az ügyészség most már nyomozást folytat több ízben is. Ennek véget kell vetni, változásra van szükség ezen a területen, és bízva a pécsi polgárok bölcs belátásában, amennyiben jövő évben, 2024 júniusában a polgári oldalra, a pécsi jobb oldalra bízzák a város vezetését, akkor véget vetünk ezeknek a visszaéléseknek. Barkóczi hangsúlyozta, Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető önkormányzati képviselő által hétfőn bejelentett kedvezménycsomag keretében tiszta viszonyokat kívánnak teremteni azoknak a bérlakásoknak az esetében, amelyeket a közszolgálatban dolgozó emberek használnak Pécset. Nem tör többet borsot a pénzügyörök orra alá az a baranyai férfi, akit ismét rács mögé juttattak, ezúttal már visszaesőként. A korábban elítélt illegális dohánykereskedő letöltött börtönbüntetéséből szabadulva ott folytatta tevékenységét, ahol azt bevonulásakor abbahagyta. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei néhány nappal ezelőtt forrónyomos elfogással vetettek véget bűnözői karrierjének. Az elfogás pillanatai láthatók ezen a felvételen, amit a NAV pénzügyi nyomozóitól kaptunk. A NAV bűnügyi szakterületének évek óta visszatérő vendége volt egy baranyai férfi, akinek letartóztatását a napokban rendelt el a pécsi járásbíróság. Az érettkorú jócskán normakerülő előélettel rendelkező Simlis korábban több bűncselekmény elkövetése miatt eddig is éveket töltött börtönben. Ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy szabadulása után ismét belevesse magát az illegális dohányüzletbe. 2021 nyarán fogtunk nála 80 kg fogyasztási dohányt, de ekkor még nem állt meg, sőt emelte a tétet. 2021 novemberében már 430 kg vágott dohányt foglaltak tőle a kollégáim, illetve volt nála 3000 szál zárjegy nélküli külföldi adózatlan cigaretta is. Az első fogás Szigetváron, a második Pécset történt, de volt Pécsen még egy fogás 2022. decemberében, amikor pedig egy iparterületi garázsban volt egy razzia, és ekkor találtak nála további 36 ezer szál cigarettát. Ezekért a pécsi járásbíróság 3 év 6 hónapra ítélte első fokon, de még nem került börtönbe, így ez nem szegte kedvét. Úgy gondolta, kihasználja a szabadon töltött időt addig is, így folytatta az illegális dohánykereskedést. 2023-ban gyakorlatilag napjaimban ütöttek rajta, egy komlói közúti ellenőrzés során további 150 kg dohány volt a gépkocsijában. Érdekesség, hogy ő gyakorlatilag mindig nagy értékű, nagy teljesítményű luxuskocsikat használ az elkövetéseihez. Több alkalommal elmenekült a helyszínről a kollégák elől, veszélyeztetve ezzel a hatóság, illetve vétlen állampolgárok testi épségét is. A menekülése során szintén érdekesség, hogy minden alkalommal, amikor nyilván végül elfogták, a gépjárműve átkutatása alkalmával úgynevezett túlélő csomagot találtak a kollégáim a járművében. Így készült arra, hogy esetleg bujkálnia kell a hatóság elől, de gondolt már a börtönévekre is. A túlélő csomag
tisztasági csomag részében, a gyógyszerek közé elrejtve egy úgynevezett mini börtön telefont is találtunk, amit valószínűleg a fogdára, illetve később az esetleges börtönbüntetése során a börtönbe szeretett volna becsempészni. Ez egy mindösszesen 13 g súlyú, és egy fém 200-asnál alig nagyobb kis telefon, ami egyébként tökéletesen működő, tehát használhatta volna. Az elfogott férfi 2021 és 2023 között összesen 870 kg jövedék alól elvont vágott dohányt és 8000 csomag cigarettát birtokolt. Ezek piaci értéke az elkövetéskor elérte az 50 millió forintot. Ekkora érték után nem folyt be az államkasszába a jövedéki adó. A pécsi járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását, jelenleg pénzmosás büntet megalapozott gyanúja miatt folyik ellene eljárás. Ünnepi közgyűlést tart a Baranya vármegyei önkormányzat Siklóson. Pénteken tartják közgyűlésüket a várban, ahol Baranya legjobbjait is díjazzák, az ünnepi esemény után pedig kezdődik a kétnapos értékfesztivál. Ezen minden korosztálynak kínálnak programokat és szórakozási lehetőséget a szervezők. Már áll a rendezvénysátor a siklósi vár tövében. Pénteken és szombaton itt tartják a Baranyai Értékfesztivált. Előtte, péntek délelőtt a vármegyei közgyűlés ünnepi ülésének ad otthont a település. A siklósi vár a történelmi emlékhelyek sorába emelődött. Egy olyan helyszínről beszélünk, ahol a tenkes kapitánya kultusza megszületett, és azóta is a falak között él, és immár megyei értékként megjelent. Egy olyan helyszínről beszélünk, ahol a tenkes kapitánya filmforgatásnak a 60. évfordulóját ünnepeljük éppen egy különleges kiállítással a vár kiállítótereiben. Így összegészében azt gondolom, hogy ez lehetett az oka, az indoka annak, hogy Siklós helyszínként felmerült. A Siklós Önkormányzat Értéktárbizottsága jó munkát végez, így a helyi értékek gondozása, fenntartása, megbecsülése jó képet mutat, tudtuk meg a polgármestertől. Több közülük már a megyei értékek sorában van, azon dolgozunk természetesen, hogy országos és nemzetközi szinten is meg tudjuk mutatni ezeket az értékeket. Olyan épített örökségeinken, mint a vár, a műemlék templomaink és egyebek már egy picit túljutottunk, és azokat a helyi műhelyeket, helyi művészeket, azokat az alkotó helyeket megkerestük fel, akik még itt vannak közöttünk. Ezek is mind indokolják, hogy Siklós legyen a helyszíne a vármegyei napoknak. Péntek délelőtt kezdődik az esemény sorozat a várudvarán, amelyen átadjuk a Baranya vármegyei önkormányzat döntése alapján a vármegye kitüntető címeit, illetve itt kerül átadásra az idei évben a Baranya vármegye díszpolgára megtisztelő cím is. Délutántól pedig várjuk a családokat, a siklósiakat, a siklós környékieket, de természetesen a pécsieket is. Az a célunk, hogy egy olyan program jöjjön itt létre Siklóson pénteken és szombaton, amely a fiataloktól az idősekig minden korosztály számára csemegét kínál. Péntek este a fő fellépő az a Kormorán együttes lesz, szombaton pedig egész nap reggel délöttől várjuk a fiatalokat, a kisebbeket, délután már a családosokat is, és majd Szarka Tamás, illetve a Gimes nagy koncertjével zárjuk a szombati napot. Gyermekműsorokkal, zenés, táncos programokkal várják az érdeklődőket. Figyeltek arra, hogy minden korosztálynak megfelelő szórakozási lehetőséget nyújtsanak. A vármegyei elnök felhívta figyelmet, hogy a válogatott meccséről sem maradnak le a fesztiválozók. A mérkőzés közvetítését a helyszínen is nyomon követhetik majd. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Beköszönt a fűtési szezon, a legfontosabb tennivalók begyújtás előtt. Nyílt napon várják a leendő középiskolásokat, a Bonyhádi perccel is megnyitja a kapuit. Elaludt a volánnál, a vétlen sofőrnél maradandó fogyatékosságot okozott a baleset. A héten véget ért a vénasszonyok nyara, sokan kihasználják még a jó időt. Pénteken is lehet hajnalban párásság, kötfol, de nem lesz jellemző. Napközben változóan felhős, napos, kellemes hőmérsékletű idő ígérkezik, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, éjszaka sem történik nagy változás az időjárásban. Hajnalban pára, kötfolt újból előfordulhat, jellemzően a szokásos területeken.
Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!